首先，我想代表我们中国贸促会王景珍副会长，表示对杜聿先生、杜主席先生的这个敬意。Szeretném Wang Qingzhen úr képviseletében átadni önnek a legjobb kívánságainkat és a barátságát. Szeretném megköszönni az aprólékos előkészítő szervezést, hogy megszervezték a mai napi találkozót. A delegációnk részt vett a Franciaországban megrendezett Nemzetközi Világkiállítási Bizottság 154. konferenciáján. A konferencián a 2019-es pekingi világkiállítás, kertészeti világkiállítási előkészületi munkálatokat véglegesítettük. 1999-ben Kunmingban rendeztük meg az első kertészeti világkiállítást. Ez a kiállítás és vásár nagyon fontos hozzájárulást tett a kínai virágkertészet, illetve maga a kertészeti szakma fejlődéséhez. Ez volt az oka annak, hogy 20 év elteltével hazánk ismét kérvényezte ennek a kiállításnak a megrendezését. A kínai kormány már létrehozta a kiállítás szervezőbizottságát. A kiállítás konkrét helye Pekingben lesz, a Yanqing járásban, Yanqing megyében, ez Chen úr hazája, szülőföldje. Ez a terület a Nagyfal lábánál helyezkedik el, nagyon szép a környezete, hegyet, vizet mind találhatunk itt, illetve kiváló a levegőminőség. Tehát tulajdonképpen még a kérvényezéshez készülünk elő, a kiállítás kérvényezéséhez folytatunk előkészületeket. A kínai virágkertészeti szövetség már megadta az engedélyét és a hozzájárulását, hogy ezt az eseményt nálunk szervezzék meg, és ezt kérvényezzük. Miután ez egy A1-es típusú kiállítás lesz, ezért a kínai nemzetközi kiállítás szervező hivatal támogatását is el kell nyerni hozzá. A számításaink szerint a hozzájárulást jövő év júniusában fogjuk megkapni. És ha már útban voltunk a konferenciára, akkor úgy gondoltuk, hogy útba ejtjük Magyarországot, hiszen Magyarország mezőgazdasága és virágkertészete nagyon fejlett. Ma délelőtt már megbeszéléseket folytattunk a magyar partnerszervezettel, a Magyar Virágkertészeti Szövetséggel. A
a Magyar Termelői Szövetség kifejezte azon erős akaratát, hogy szeretné Kínával erősíteni a termelői és a kereskedelmi kapcsolatokat. 所以我们下午到访咱们这个雇主协会，是实际上呢是更多的是为促进花卉啊以及其他的双边投资和贸易。 Azért látogattunk el Önökhöz a mai délután során, hogy a megbeszéléseink által tovább erősítsük a két fél kertészeti területen fennálló kereskedelmi kapcsolatait. Mielőtt eljöttünk volna, Wang Tianzhen úr tájékoztatott arról, hogy a VOSZ és a CCPIT között már nagyon jó kapcsolatot sikerült kiépíteni. A két szervezet közötti baráti együttműködési egy megállapodást a magyar miniszterelnök jelenlétében írtuk alá. Illetve a két fél által létrehozott kínai magyar üzleti tanács is nagyon sikeresen működik. Mint azt ön is tudja, a CCPIT az ország minden területén helyi és ágazati szervezeteket hozott létre. Gyakorlatilag az ország minden területén megvetette a lábát. Ahol én dolgozom, ez a pekingi szervezet, itt ez a szervezet egyike ennek a sok lábnak. Illetve ismereteim szerint Li Keqiang miniszterelnök úr egy nagysebességi vasútvonalról folytatott diplomáciai megbeszélést nemrégiben önökkel. Az elmúlt években Kína és Közép-Kelet-Európa közötti diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatok igen jól fejlődnek. Én azt gondolom, hogy ilyen nagy és kiváló politikai és gazdasági háttér mellett a tovább lépés is igen szép reményekkel kecsegtet. Amikor beléptünk ide az épületbe, már megéreztük, hogy valóban önöknek egy olyan szervezete van, amely nagy befolyással bír és nagy erővel rendelkezik. Véleményem szerint a két szervezet együttműködése egy kiváló platformot, lehetőséget nyújt a két fél vállalkozásainak, vállalatainak fejlődése, együttműködése érdekében. Az elnök úr elmondta nekem, hogy Shandong egyik igen befolyásos vállalata, a Wanhua Magyarországon komoly beruházást eszközölt, és úgy tudom, hogy Pekingben is van valamiféle központjuk. Mint az imént említettem, én Pekingben dolgozom. Peking nem csak a gazdasági szempontból erős, de nagyon komoly a csúcs technológiája, nagyon komoly a kulturális élete, és a modern termelő vállalatok is itt koncentrálódnak.
因为北京的经济我们称叫首都经济，北京经济的整个的结构当中，资产当中将近百分之八十都是中央的这个经济的企业和中央的资产。Peking gazdaságát szoktuk úgy is nevezni, hogy a fővárosi gazdaság, hiszen elég különleges helyzetben van, az itteni ipar mintegy 80%-a állami tulajdonban áll. Emiatt a különleges állapot miatt a pekingi gazdaságot tulajdonképpen központilag irányítják. Nem csak a tudományos innováció, de a kulturális innováció is mind Pekingben van. Ezek az innovációs eredmények később származnak el az ország többi részébe. Ugyanakkor mivel a központ Pekingben van, ezért a tőke később visszaáramlik a fővárosba. Ezért aztán Peking gazdasága egy igen magas szintű központosított gazdaság. Emiatt a különleges helyzet miatt tovább megyek, még a szolgáltatóipar is igen magas színvonalon szolgáltat. A szolgáltatóipar a teljes város ipar szerkezetében 78%-ot tesz ki. Míg a pénzügyi szolgáltatások csak 15%-ot. 12,3%-ot tesz ki a kulturális ágazat. Ezzel a gazdasági szerkezettel a háttérben a pekingi vállalatok külföldi fejlődése előtt szép jövő áll. Ezért szívesen vállaljuk magunkra a híd szerepet, az összekötő szerepet, hogy a pekingi CCPIT, a pekingi vállalatok számára egyfajta segítséget nyújtson a magyarországi beruházások terén. Természetesen ennek során szeretnénk elnyerni az önök támogatását és segítségét is. Ismételten köszönöm.